Az időkapszula helyére került a Szatmári városban, új református iskola épül fel. 2019. szeptemberében már itt kezdheti meg tanulmányait mintegy 450 diák. Az alapokat már letették, az építkezéshez szükséges források is rendelkezésre állnak. A reformáció 500. évfordulója egyben különleges alkalom egy új református iskola építéséhez. Emlékeztek meg az ünnepi beszédekben a jeles alkalomról is az eseményen. Az egyházi iskoláknak a színvonalas oktatás mellett kulcsfeladata van a közösségépítésben és a keresztény értékek közvetítésében. Növekszik azoknak a gyerekeknek a száma, akik egyházi iskolába látunk, az ennek a missziónak a vállalását jelenti. Ez egyben egy komoly feladat, de egyben a komoly lehetőség is. Számokat tekintve, amikor az 1990-es évek elején a rendszerváltozáskor 1000-2000 gyermek volt, tehát egy pár ezer gyermek, aki egyházi iskolában járt. Ez a szám 2010-ben felment 110 ezerre, kicsit több mint 110 ezerre, és az elmúlt 7 évben például ott állunk, hogy több mint 210 ezer gyerek, tehát több mint 210 ezer gyermek tanul ma egyházi fenntartású iskolákban. A következő években jelentős iskolafejlesztési program segíti az oktatást, ebben állami és egyházi iskolák is megújulhatnak. Iskolát építünk, mert nemzetünk fontossági listáján a gyermek az első, a magyar kormány felelősnek érzi magát a nemzet valamennyi gyermekéért, mondta a fejlesztési miniszter. Nekünk az a fontos, hogy megfelelő szintű oktatási intézményben tudjon az ország valamennyi településén a gyerek tanulni. Ez azért érdekes, mert ha most rápillantunk a térképre, azt kell mondani, hogy Budapestök már sokkal messzebb nincsen pont, mint például a fehérgyarmati település, város, és mégis akkor majd úgy gondolta, hogy azt kell mondjam, hogy tudtommal ez a tiszántúli régió, sőt talán az egész Budapestől keleti régió legnagyobb iskola fejlesztése. Számunkra ez fontos, és azt gondolom, hogy jó helyre kerül már a pénz és a forintok. Ilyen lesz az új általános iskola, a másfél hektáros telken épülő háromszintes épületben 16 osztályterem, szaktantermek, csoportszobák és egy új étterem is helyet kap. Az új létesítmény a testnevelés lehetőségeit is kiszélesíti. Én külön örülök annak, mivel testnevelés tagozatos iskoláról is szó van, és hogy az egyházi iskolaként is fontosnak tartja a helyi református gyülekezet, hogy az épp testben, épp lélek gondolatkört követve a fejlesztés megvalósuljon. Ez azt jelenti, hogy rekordtámpálya is kettő is található majd a épület mellett, és egy műfőves pálya is. Bízunk abban, hogy a szellemi táplálék mellett fizikai jó dolgokat is tanulhatnak majd itt a tanulók, és ahogy elmondtam a köszöntőmben is, talán cél az, hogy akár Strasbourgban, akár Európa valamelyik modern és jó egyetemén tanuljon egy innen kikerülő, egyébként nehéz helyzetben lévő szatmári diák is. A fejlesztés a református egyház legnagyobb beruházása az országban. Az elmúlt években több mint 2 milliárd 625 millió forintból a térségben 64 templom is megújulhatott.